Devecseri László cinege karácsony. A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon. Oda röppent hozzá a mamája. Miért sírsz, kis cinege leányom? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék, mikor olyan rossz nekünk madaraknak. Bezzeg jó az embernek, készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk. Majd oda repülünk hozzájuk az ablakhoz, és megcsodáljuk. S nézd itt az erdő szélén, mennyi karácsonyfa áldogál. Ez mind a miénk, az állatoké. Szép fehér hó felé is díszíti nekünk. Eljutott a híre a cinegelányk a szomorúságának a többi madárhoz is. Megsajnálták, összedugták a fejüket. A hangos cseregésre és csörögésre a szundikáló magasok is felébredtek. Nagyon mérgesen néztek ki az adóból. Ám mikor a madarak nekik is elmondták, miről beszélgetnek, mindjárt megbékélt. Sőt, mi is segítettünk. S megkezdődött a nagy, titokzatos, legtitkosabb erdélykészülődés. Cinege papa a faluba repült szomorú leánykájával. Ott figyelték, hogyan készülnek az emberek az ünnepre. Közben a többiek sem tétlenkedhettek. A mókusok szalagot kötöttek minden magyarokra és dióra. A verebek apró almácskákat hoztak. A búbos pacsirta aranyszínűre festett mágumokból érkezett. A cinege mama szalmavirágot szerzett a piacon. Gyönyörű főzért készített belőle. Bagolyapó világító festékkel kente be a fenyőtobozokat, ezek helyettesítették majd a gyertyákat. A madarak és a mókusok a cinege anya mellett a legszebb fenyőt díszítették fel. Lett is öröm, mikor a cinege leányka visszatért. Csodálkozástól szólni alig tudott. Ez az enyém? Az én igazi karácsonyfám? Köszönöm, köszönöm! Boldog karácsonyt felétek, madarak és mókusok! Vége. Soon the bells will start.